Olyan bonyolult lett a lakhelyelhagyáshoz szükséges igazolások kitöltése Franciaországban, hogy a hatóságok inkább visszavonták ezt az intézkedést. Ezzel együtt mintegy 20 millió ember van karanténban. Párizs polgármestere pedig azzal a javaslattal állt elő, hogy vegyék előre ezeknek az embereknek a beoltását, hogy hamarabb szabadulhassanak. Csak hogy így több millió idős ember nem jutna hozzá hamarabb az eleve kevés vakcinához. Színes jelmezbe öltözött tömeg lepte el a franciaországi Marseille utcáit vasárnap. Több mint 6500 ember vett részt a karneváli felvonuláson a koronavírus járvány ellenére. Nehéz otthon maradni, amikor egy ilyen kis rendezvényt tartanak vasárnap délután, vélekedett egy járókelő. Bár Marseille térségében nem szigorítottak a hétvégén a hatóságok, tömegrendezvényeket tartani itt is tilos. Ráadásul a helyi intenzív osztályokon már így is megtelt az ágyak 90%-a. Az illegális ünneplést végül a rendőrök oszlatták fel, több embert pedig megbírságoltak a járványügyi intézkedések megszegése miatt. Franciaországban napról napra egyre több ember szervezetében mutatják ki a koronavírust, az aktív fertőzöttek száma pedig már megközelítette a 4 milliót, ami a legmagasabb adat a járvány kitörése óta. A francia kormány ezért múlt szombattól 16 megyében is a fővárosban korlátozásokat vezetett be. Az intézkedések azonban nem a legszigorúbbak, a boltok többsége például nyitva maradhatott, és az iskolákban is hagyományos módon folytatódik a tanítás. Az otthonát elméletben mindenki csak 10 kilométeres körben és csak különleges igazolással hagyhatja el. Az iratok kitöltése viszont olyan bonyolult lett, hogy a hatóságok kénytelenek voltak visszavonni az igazolási kötelezettséget. Az új korlátozások több mint 20 millió embert, vagyis a franciák harmadát érintik. Az otthonaikba zárt lakosság miatt Párizs polgármestere azt javasolta, hogy a hatóságok terjesszék ki a vakcinára jogosultak körét, hogy a karanténban lévők előbb jussanak védettséghez. Szerintem hatékonyabbá tehetnénk az oltási kampányt, hiszen egyre több oltóanyagot kapunk, különösen az AstraZeneca-ból. A főváros vezetése úgy tudja, hogy minden héten 50 ezer adagra számíthatunk. Ezért azt javaslom, hogy mindenki számára tegyük elérhetővé a vakcinát, fogalmazott Párizs polgármestere. Eddig Franciaországban is csak az idősek, az egészségügyi dolgozók és a vírus veszélyeinek fokozottan kitett emberek kaphattak oltást. A kormány szerint pedig az ő védettségük az elsődleges, az oltási terven változtatni pedig felelőtlenség lenne, főleg úgy, hogy a karanténban lévők között sok a fiatal, így rengetegen lennének a fiatalabb korosztályból, akik előbb kapnának oltást, mint a veszélyeztetettebb idősek. Mit jelent pontosan ez az új javaslat? Azt, hogy azokat az időpontokat, amelyeket az idősek márciusra vagy április elejére kaptak, olyan fiatal embereknek adják át, mint én? Ez egészségügyi szempontból nagyon felelőtlen lenne, hiszen az én korosztályom kevésbé veszélyeztetett. Ráadásul igazságtalan helyzetet teremtene azokkal szemben, akiket már behívtak, érvelt a francia kormány szóvivője. Franciaországban már meghaladta a 6 milliót az oltottak száma, több mint harmaduk pedig már a második adag vakcinát is megkapta, de még mindig nem érik el a 10%-os átoltottságot.